Folyamatosan növekszik a belföldi turizmus az észak-alföldi régióban. Az összesen eltöltött vendégészakák 17%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében töltik el. Ez újabb lehetőségeket kínál a térség számára. A turizmus munkalehetőséget is biztosít egy-egy térségnek és a településeknek, hiszen a vendégek számára szolgáltatásokat kell nyújtani, és a helyi termékek értékesítése is könnyebbé válik. Az észak-alföldi régió forgalmából Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 17%-kal részesedett csak tavaly október végéig. A városok között Hajdúszoboszló vezet Debrecen előtt, s utána Nyíregyháza következik, amely Sóstó gyógyfürdő nemzeti gyógyhelyi nyilvánítása óta feltörekvő idegenforgalmi helynek számít. A hamarosan záruló 2007-13 közötti uniós költségvetési ciklusban 60 milliárd forint fejlesztési támogatást nyert el az ágazat az Észak-Alföld 3 megyéjében. A régió gyógy- és egészségturizmusában rejlő lehetőségeket jól használták ki, emellett a szabadidős és kulturális programok is nagy vonzerőt képviselnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az utóbbi években egyre többen érdeklődnek a vallási vagy történelmi emlékhelyek iránt. Egy friss felmérés szerint az ágazatban a vallási turizmus részesedése 20-30% között van. A középkori templomok útjának köszönhetően pedig több mint 60 templom és kastély újult meg Szabolcs megyében, illetve Románia és Ukrajna határmenti területein. A KSH adatai szerint mind a szálláshelyek száma, mind a szolgáltató vállalkozások száma bővült 2014-ben. Az észak-alföldi régióban pedig a külföldről, Lengyelországból érkező turisták száma emelkedett a legjelentősebb mértékben. És már is folytatjuk a témát, a vendégem Katona Ilona, a Magyar Turizmus ZRT Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság vezetője, igazgatója. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Hát eddig nem lehet panasz az időjárásra, mindenhol azt lehet hallani, hogy kedvez a turizmusnak, az idegenforgalomnak. Melyek a friss adatok, statisztikák? Az észak-alföldi régióban a turizmusról, ha szólunk, akkor nagyon büszkék vagyunk, hiszen az elmúlt években egy nagyon komoly változás történt. A turisztikai kínálatunk nagyon szépen kezd megújulni, és én azt gondolom, hogy ez is tükröződik akkor, amikor a vendégforgalom növekedéséről tudunk beszámolni. Nálunk a 2014-es évnek az előzetes adatai vannak meg. Ezek az adatok azt mutatják, hogy kereskedelmi szálláshelyek forgalmánál egy 8,6%-os növekedés volt, és több mint 1.800.000 vendégészakát töltöttek el a vendégek nálunk. Most már látjuk a 2015-nek is a néhány hónapját. Az első 4 hónap adatai vannak meg, és hiába egy erős bázis a tavalyi esztendő, nagyon szépen növekszik a vendégforgalom, mind a belföldi, mind a külföldi. Tehát itt a 2015-ös adatok is azt mutatják, hogy 6-7%-os bővülése van a turizmusnak. Ugye a szezon végén javuló adatokat hallunk évről évre, ez örvendetes több szempontból is az észak-alföldi régióban. Minek köszönhető ez a növekedés, ez a bővülés? Nagyon összetett a dolog. A turizmus egy hihetetlenül dinamikusan növekvő iparág, és van szerencsém elég régóta benne lenni ebben a turizmusban, és látom a folyamatokat. Egy biztos, hogy nagyon komoly pénzek jöttek az elmúlt években a turizmusra, és turisztikai attrakciófejlesztésekre, turizmusban kereskedelmi szálláshelyfejlesztésre, falusi turizmusfejlesztésre nagyon komoly összegek lettek fordítva, és éppen ezért az a fajta turisztikai adottság, ami egyébként létezik is, és már évtizedek óta megvolt, tudott egy új arculatot felvenni, tudott egy új termékké formálódni, és természetesen annak is szerepe van a vendégforgalom növekedésében, hogy a hozzáértő szakemberek egyre tudatosabbak, nagyon komoly hangsúlyt fektetünk, közösen így kell mondanom a turisztikai marketingre, hiszen versenytársak nagyon sokan vannak, tehát nekünk meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy miért pont ide jöjjenek, és nekünk meg kell győzni mind a hazai, mind a külföldi vendégeket arról, hogy itt nagyon jó helyen vannak. Ugye az elmúlt években egyfajta szemléletváltás is volt önöknél, mert hogy megszüntették a tematikus éveket, vagy a tematizálást a turizmusfejlesztésben, és nem csak egy-egy szolgáltatásra álltak rá, hogyha a fejlesztési kínálatot
bővíteni szerették volna, hanem egyfajta országmárkát építettek, és a régióknak is bizonyos arculatukat formálták, ezért is beszélünk már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében például a középkori templomok útjáról, vagy a vallásturizmusról, illetve hát a gyógyvíz, ez egy óriási kincs itt is, ebben az egész térségben. Mit látnak, mennyire jelent, vagy jelentett ez egy utat, vagy egy járható utat? Mindenféleképpen fontos arról szólni, hogy a turisztikai kínálatunkban azért egyre jobban megjelennek azok a komplex csomagok, komplex tematikus utak, nevezzük úgy, hogy tematikus utak, hiszen a szakma használja is ezt a kifejezést, amikor is egy bizonyos témára felfűzzük azokat a különböző adottságokra épülő turisztikai termékeket. Ha most a középkori templomok útjáról beszélünk, akkor természetesen itt a vallási turizmus és a kulturális értékek játsszák a főszerepet, de nagyon jó kombinálható akár egy aktív turizmussal, egy kerékpáros turizmussal, és vezetjük a vendéget. Tehát a tematikus utaknak az a lényege, hogy minél több objektum, minél több helyszín, minél több turisztikai attrakció bevonásra kerüljön, és gyakorlatilag a vendég sok mindenen keresztül, akár a gasztronómián, akár a kerékpáros turizmuson keresztül, de akár a vízi turizmuson keresztül felfedezi ezeket az értékeket. Nyilván az a jó, ha van, aki fogja a kezét, és ezért fontos, hogy legyenek túravezetők, legyenek jó idegenvezetők, de azt gondolom, ha egy falusi szálláshelyen van egy kiváló házigazda, egy kiváló háziasszony, aki szintén felvilágosítja a vendéget, hogy a környéken mit lehet, milyen programon lehet részt venni, hová érdemes elmenni, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog lehet. Mennyit változott az elmúlt időszakban, és kimondottan ebben a régióban az idegenforgalomra épülő szolgáltatás sok fejlesztése, az infrastruktúra tulajdonképpen, igen, hiszen ez meghatározza azt, hogy mennyi vendég érkezik, és meddig maradnak. Sőt, azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen szép adatokat tud ez a térség produkálni, hiszen nagyon fontos az is, hogy hogyan lehet megközelíteni egy-egy turisztikai desztinációt. Az autópályának azt gondolom, mi nagyon sokat köszönhetünk, ha csak most arra gondolunk, hogy közúton hogyan lehet megközelíteni a térséget, de akár a nemzetközi repülőtér Debrecenben is nagyon komoly vendégforgalom növelő hatással bír, hiszen chartergépek jönnek Németországból, menetrend szerinti járatok vannak akár Debrecen-London között, és most járatbővítésekről is lehet hallani, és én azt gondolom, hogy az infrastruktúrában természetesen nem csak az tartozik bele, hogy hogyan lehet megközelíteni a régiót, a térséget, nagyon fontos tényező, hanem a belső infrastruktúra, a turisztikai infrastruktúra. Most arról szeretnék inkább szólni, hogy a minőség. Tehát a szálláshelyek, és most legyen ez falusi turizmus, legyen kereskedelmi szálláshely, vagy netán egy bármiféle turisztikai attrakció, hogyan néz ki a környezete, hogyan néz ki az épület belülről, milyen szolgáltatásokat tud nyújtani. A minőség rendkívül fontos, és ebben nagyon jók vagyunk. Ugye önök azért dolgoznak, hogy jó legyen a térségben, vagy a térségnek a marketingje, a rekláma, de mit hallanak, visszajelzéseket, mit mondanak az innen távozó turisták, mennyire elégedettek magyarán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kínálata, vagy a régiós kínálata? Nagyon érdekes a dolog, mert én azt gondolom, hogy tehát arra kérdésre, amit az előbb is elhangzott, hogy miért pont ide érkezzenek, mi próbáljuk meggyőzni a kollégákkal együtt a döntéshozókat, a családokat, a háziasszonyokat, a fiatalokat, a pedagógusokat, tehát nagyon sokféle célcsoportja van ennek a térségnek is, és meg tudjuk győzni, akkor eljönnek, és itt vannak, és részt vesznek a különböző programokon, és jól érzik magukat, és valamennyien, persze erről kimutatásunk nincs, bár kutatásokat azért végzünk, de nagyon jól látjuk, hogy azok, akik itt töltenek el, akár hétvégét, akár hosszabb időszakot, valamennyien úgy mennek haza, hogy ők törzsvendégek lesznek, vissza fognak jönni, hozni fogják a barátaikat, tehát ők annyira jól érzik magukat ebben a közegben, amit ez a térség, ez a megye tud nyújtani, és itt elsősorban az a fajta természetközeliség érződik, az a fajta nagyvárosi embernek csodát jelentő környezet létezik, jó programokkal és jó infrastruktúrával, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat számít, és hát az is el szokott hangozni, hogy mi nem is gondoltuk volna. Tehát
egyszer kell őket meggyőzni arról, hogy jöjjenek el, és nekünk nagyon jó hírvivőink azok a vendégek, akik itt jól érezték magukat. Szóval meglepődnek, hogy mivel találkoznak. Ugye, amikor turisztikáról beszélünk, akkor mindig a nyárra koncentrálunk, nem véletlenül, de azért vannak azok a bizonyos hosszú hétvégék, ami bizonyos lehetőségekkel, és akkor a szép kártyára gondolok, még inkább kihasználnak itthon az emberek. Mit látnak önök, mennyire volt népszerű? A turizmusban nagyon nagy tendencia egyébként az, hogy nem csak fő utazások vannak, nem csak nyaralások vannak, hanem nagyon sokszor hétvégén is, egy sima hétvégén, vagy egy hosszú hétvégén most már azért egyre többen utaznak. Valahol, és azt is látjuk, hogy egyébként a régión belüli utazások száma is növekedik, és akkor, amikor most éppen egy kirándulásról, vagy netán egy wellness hétvégéről van szó, akkor nem biztos, hogy egy Hajdú-Bihari elindul Zala megyébe. Elképzelhető, és erre hál' Istennek van példa is, hogy sok esetben itt a régión belüli utazások száma is jelentős, és természetesen a szép kártya a belföldi turizmusnak motorja. Tehát akkor, amikor fizetőeszközként felhasználhatják a családok utazásaik során, akkor ez egészen biztos, hogy segíti a turizmust. Köszönjük szépen, igazgató asszony, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.